Lambériázzák a várajai ifjúsági tábor egyik házát a munkások. Jelenleg több épület felújítása zajlik a Mecsek keleti lábánál található területen. Köllő Roland a Bonyhádi Sportcentrum, mint a várajai ifjúsági tábor és a várajai bakancsos házak üzemeltetője, annak vezetője elmondta. A Bonyhádi önkormányzat az ingatlan tulajdonosa, még 2018-ban kezdte meg a terület felújítását. Akkor közel 332 millió forintból korszerűsítették a vizes blokkokat, az ebédlő épületét, ami fedett terasszal és napelemmel bővült, valamint modern játékokat is telepítettek a területre. 2020-ban 35 millió forintot, 2021-ben pedig 20 millió forintot szánnak a felújításra. Teljesen megújul a táborunk. Sajnos ugye ez régen lett felújítva a tábor, és egy ütemben nem lehet ezt megvalósítani, és nagyon sok pénz kellene hozzá. Ezért a képviselőtestület mindig ilyen apró lépésekben évenként újítja fel az éppen aktuális házakat. Időszerű az 1977-ben épült házak felújítása, mondta Köllő Roland. Korszerűsítik a villamos hálózatot, így a házak fűthetővé válnak. Az idei felújítás az annyit jelent, hogy a mögöttünk lévő három házikót teljes mértékben felújítjuk kívül és belül is. Belül új dizájnt is kapnak ezek a házak, és kívül is teljesen a mai kornak megfelelően fognak ezek kinézni. A táborban 9, egyenként 10 férőhelyes házakban ifjúsági táborok és erdei iskolák résztvevői szállásolhatóak el.